A Coop Segély Alapítvány ebben az esztendőben 87 tonnányi élelmiszerrel segíti az állami gondozásban és különleges ellátásban lévő gyerekeket. A szállítmány összértéke meghaladja a 25 millió forintot. Tolna megyében 5 éve érkezik kamion, támogatva ezzel a hátrányban élőket. Ez egy 10 éve a Coop Hungary által létrehozott segélyezési forma, az ő társadalmi szerepvállásának a része, amely a hátrányos helyzetű gyermekek megsegítésére jött létre. A csomagokban tartós élelmiszerek vannak, melyeket a gyermekellátó intézményben és a nevelőszülői hálózatban élő gyerekek javára használnak majd fel. Ács Ezső Szekszárd polgármestere azt mondta, ez a fajta társadalmi szerepvállalás példaértékű, melyet reményei szerint több hazai és külföldi cég is követ majd, segítve ezzel az önkormányzatokat, az intézményeket és a rászorulókat. Berlingerné Sashegyi Katalin, a Tolna megyei Gyermekvédelmi Központ intézményvezetője arról beszélt, jelentős költségeket takaríthatnak meg egy-egy ilyen szállítmánnyal. Az adomány most 260 gyermeket szólít meg, akik különleges szükségletűek, tehát ugye mondhatjuk azt, hogy az ellátott gyermekeinknek a feléhez fog eljutni az adomány, és mindenképpen nagyon nagy segítség, főleg ez a nehéz időszak után a járvány miatt, hiszen a gyermekek nem tudtak oktatási intézménybe járni, egész nap otthon voltak, ezért élelmiszer is több fogyott természetesen. A kereskedelmi csoport 10 éve folytatja a karitatív tevékenységet, ez alatt az idő alatt 130 millió forinttal támogatta a rászorulókat. Az idei esztendőben 8268 gyermeknek jut tartós élelmiszer.